Kedd este befejezte szereplését a magyar labdarúgó válogatott a 2012-es ukrán-lengyel közös rendezésű Európa-bajnokság selejtező sorozatában. A miénk hazai pályán egy izzadság szagú 0-0-át játszottak a finn nemzeti 11-gel. A csoport első és egyetlen döntetlennyével harmadik helyen végzett az együttes az eljelű hatosban. A csapat így erőn felül teljesített, hiszen magasan jegyzett csapatot vert meg idegenben egy éve a finneket, illetve a világ elitjébe tartozó svédeket itthon győzte le szeptemberben. Érdekesség, hogy a márciusi Hollandia 5-3-as vereség óta a védelem mindösszesen egy gólt kapott, azt is Ibrahimovicséktól. Az a védelem, amely előtt rendre a Videoton FC futballistája, Elek Ákos az egyik szűrő. Elek, aki a 10 lehetséges meccsből 9-en 742 percet játszott, és csak a már említett amszterdami összecsapást hagyta ki, eltiltás miatt. A hátsó alakzatban kapott szerepet 3 meccsen még fehérvári játékosként Lázár Pál, aki ha lehetőséget kapott, mindig az elsőtől az utolsó percig a pályán volt. Vidistaként Lipták Zoltán 5-ször játszott a sorozatban, és San Marinóban gólt is szerzett. 6. meccsén a svédverés alkalmával, mármint klub nélküli érkezett az egervári csapathoz, amelyben 5 sárgát és 521 percet könyvelhetett el. A keddi X alkalmával volt először a pályán kezdőként Sándor György, ezelőtt 2-szer csereként számított rá a szövetségi kapitány, így összesen 101 percet volt a gyepen, valamint Vaskó Tamás is volt már kerettag. Elmondható tehát, hogy a Videoton adta a legtöbb játékost a válogatottba, akik összesen 1560 percig küzdöttek az EB részvételért.